Hello, srácok! Egy elég durva PC konfigurációt sikerült összeszerelnünk az elmúlt hetekben, igazából úgy december közepe felé, csak nem nagyon volt idő összerakni. Rengeteg gépet rakunk össze, viszont azért egy-egy kiemelkedő darabról érdemes megemlékezni, és hát ez egy olyan volt, ha nem is fölülről, de alulról karcoltuk a 2 milliós határt ezzel a géppel. Itt látható az alaplap, ami belekerült. Rögtön mutatom az egyebeket is, így a nagyobb checkpointokat említve egy i9-es, egy 13. generációs i9-es, egész pontosan 13900K, egy 2 terás Gen 4-es SSD, 128 GB DDR5-ös RAM, egy 1000-es gigabyte tápegység, stb. Úgyhogy essünk gyorsan akkor ennek neki, hogy mi volt ez a konfiguráció és mit sikerült belőle kicsavarni. Ez ugye maga a processzor, ez egy i9 13. generáció, egy 13900K, kicsit ilyen perverz doboza van, majd ezt is mindjárt kinyitjuk. Az órajeleket ki fogom írni a képernyőre, itt látod, hogy 13900K, ez 1700-as szoket, és egy kicsit ilyen gófrisütő kinézete van ennek a dolognak, mint egy ilyen toastkenyérsütő lenne, elég furcsa. Korábban ilyen nagyon elkezdtek így adni a dizájnra ezeknél a CPU dobozoknál, ez egy picit talán visszalépés, nem néz ki rosszul, de azért nem akkora overkill, mint korábban. Ez lesz az SSD, ez egy szerény 980 Pro, 2 terás, 7000-es olvasási sebességgel, ez egy PCI Express 4.0-as, 5.0-asat még nem nagyon találtunk, úgyhogy ezért megy bele 4.0-as, és hát csak ez egy ilyen szerény 2 terás verzió, tehát hogy azért a biztonság kedvére elférjünk rajta, nem akartuk nagyon túltolni. Ez a cuki videókártya, ez lesz ugye az alaplap, egy Z790P Wi-Fi-s verzió, a videókártyát korábban már benchmarkoltam egy másik videóban, ezért voltam kíváncsi erre, ugye ez az SSD, ez is látszódott már korábban, tehát ezért voltam kíváncsi erre, hogy egy másik hazai pályán, tehát ami tényleg egy ehhez épített, kifejezetten ehhez épített konfiguráció, mekkora előny hozható ki belőle. Ez itt a nagyon csecse toastkenyér sütő a CPU foglalat, és ezt így óvatosan megpróbáltuk, nem a tipikus iPhone videó, hogy kiessen belőle a CPU kinyitáskor, igyekeztünk úgy megoldani, hogy ne fogjon padlót, és hát ez a szokásos, az 1007-es szokettől már megszokott, kicsit nem négyzetes, hanem ugye inkább téglalapos alapú, ebbe a böszme állatba került be a PC, ez egy Fractal 7XL, brutális, leginkább a videókártya miatt volt erre szükség, hogy elférjünk benne, és ez az alaplap, ez a Z790P Wi-Fi-s, ugye ez is már PCI Express 5.0 támogatással rendelkezik, és DDR5-ös RAM-ok kerülnek bele, a szokásos feature-ök AuraSync-től kezdve minden egyéb, ami előfordul és ami szükséges, akkor itt neki is estünk gyorsan a kibontásnak. Természetesen ez nem az eredeti hanggal megy, tehát ezt irodába vettük fel, és közben mindenféle poénkodás, meg egyebek, meg környezeti zajok, tehát ez ezzel nem tud menni. Úgyhogy ezt én utólag szépen elmondom az eseményeket, remélem, hogy ez így nem csökkent nagyon az élvezeten. Ezek a már megszokott szokásos, viszonylag jó kinézetű, hűtőbordákkal kellően telepakolt Asus alaplapok. Van rajta bőven szoketünk, 4 darab RAM foglalatunk van, tehát ezzel kell megoldanunk a 128 gigát. Nem probléma, mert vásároltunk 4 darab 32-es modult, nem volt könnyű, mondjuk ez érkezett meg a legkésőbb, kicsit aggódtam is miatta. Ez egy 1000-es gigabyte táp, 80 plusz gold természetesen, és ez a böszme ház. És akkor behelyeztük a CPU-t, kiemeltük szépen a kis foglalatból, hát nem pici, és viszonylag sűrűn pakolt az alja is, szóval azért ezekben már úgy ott van az anyag, hát sajnos az árát is elkérik ezeknek most még elég rendesen, és így ilyen csinosan mutat behelyezve. Itt kollégák azon röhögtek, hogy ide jobb oldalra még egész nyugodtan egy bonsájt berakhatnánk, valami kisebb vagy közepesebb méretű szobanövényt, tehát hogy azért van hely bőségesen, de legalább végre elfért a kezünk szerelés közbe, tehát tudtunk vele haladni, és akkor ezek az igen gyönyörű RAM-ok egyébként később egy kis fejtörést is okoztak, ez akkor összesen 128 GB DDR5-ös RAM, 5200-as és 4 darab 32-es modul, és ilyen nagyon csecse, fehér színű és RGB-s, de akkora hűtőbordák vannak rajta, hogy a vesét leszakad. Ez is jelentette a problémát, hogy konkrétan betettük a PC-be. Coolerben első körben egy kicsit basic-ebben terveztünk, egy ilyen Dark Pro 4 volt, azt hiszem, itt valahol majd látszik is. Olyan rohadt magas ez a RAM, olyan hatalmas rajta a hűtőfelület, meg ez az RGB csík, hogy konkrétan nem fért be mellé a normál toronyhűtés. Magasabban van a RAM, tehát most már nem csak erre fel kell figyelni, hogy PC-házban fizikálisan a léghűtés magassága a hűtőborda beférjen, hanem hogy a RAM magassága ne legyen több, mint a CPU hűtőnek. Tehát
kristályt, aztán a végén turtunk egyet a kupacból, egy fraktál vízhűtést, és azt oldottuk meg. És itt ez a nagyon cuki pöcök, ez korábban történt ugyanaz a felvétel, mint egy már posztolt videóm, ugye egy ilyen videokártya kiemelőről, vagy tartóról, arról az Asusról. Ez volt az, amit említettem. Olyan hatalmas ez a Fractal 7-es ház, hogy csutkára ki van emelve az a kis pöcök, amit ugye adtak a 4080-ashoz. Hát egy kicsit látszik már, mintha ferdülne is, és így is alig bírja a szegényt megtartani, de hát ide muszáj. És akkor így nézett ki az első bekapcsolás, itt látszik, hogy ez az Z790P 13. generációs i9-es, itt van beröffentve XMP-vel a 128 GB RAM, ott a Fractal vízhűtés, ez most lehet, hogy csak temporári lesz, majd lehet, hogy az még cserélésre kerül, és akkor ilyen nagyon csinin beindult itt is a Disno Disco, és világít minden, ami kell. Ez egy viszonylag diszkrétebb gép, mert egyébként ez egy irodai ilyen overkill gép lesz, de azért amit lehetett belepakoltunk, és én amire már marha kíváncsi voltam. Egy, hogy a videókártya milyen eredményeket hoz, mert ugye nekem csak egy 11. generációs i9-esen van, ezek itt a teljesítményértékek, meglepő módon a videókártya szinte egyáltalán nem melegedett, tehát 60 fokot szerintem cirka el se ért, vagy nem haladta meg, komolyabb terhelés esetén sem. A CPU az én, ha felfelugrált, ilyen 80-85, egyszer-kétszer még közelítette a 90 fokot is, és a fogyasztása az pedig 250-től mondjuk 320-ig ugrándozott, tehát mondjuk 319 volt talán a legteteje, amit megevett, az azért úgy nem kevés. Visszatérve, amire nagyon kíváncsi voltam, hogy a 4080-as az mit tud produkálni az én gépemben, ami ugye nem effektív DDR5-ös, tehát hogy számít-e és ha igen, mennyit ez a DDR5-ös foglalat, itt egy kis titkot elárulok vele, hogy ez durván egy 5%-nyi vagy még annyit se elérő különbség volt, tehát egy 5% alatti különbség volt, tehát jobban teljesített ebben a gépben a 4080-as, mint az én gépemben, ami PCI Express 4.0-as csak, és nem 5.0-as, és egy 11. generációs i9-es, az is ugyanúgy 11900K, tehát ennek a kis testvére kettővel ezelőtti generáció. Ami viszont a sokkal melbevágóbb volt, és kicsit előbe megyek a sztorinak, hogy amire rohadtul kíváncsi voltam, hogy a processzor mit fog produkálni, ugye most itt nem V-Ray benchet, meg nem Cinebenchet, meg nem semmilyet, a teljesen puritán mezei TimeSpy-t futtatjuk, amit ugye leggyakrabban ilyen gaming benchmarkra szoktak használni, nem feltétlenül gamingre lesz használva ez a számítógép, illetve konkrétan nem gamingre, de mindegy, ezzel benchmarkoltunk. A CPU az nagyon odavert. Majd mindjárt mutatom az eredményeket. Itt az érték. 28277 a GPU, és 21000, nem is tudom mennyi volt pontosan, 21000 valamennyi a CPU-nak az értéke. Mindjárt mutatom, hogy mennyi volt az enyém ezt megelőzően. No, itt látható 12691-es. Tehát ha itt visszanézzük, hogy itt mi a CPU érték, ugye itt mutatom, hogy ez egy RTX 4080-as valóban, és a 13. generációs i9-es, itt pedig 21554-es, tehát ez eléggé brutális, itt kb. 70%-ot rávertek az előző CPU-ra. Ez azért fájdalmas, mert kb. 5 évig nem csinált semmit az Intel, tehát az 5. és a 10. generáció között lényegében nem történt jelentős előrelépés, éves szinten kaptunk pár százalékot, viszont a nyakára lépett az AMD, akkor hirtelen tud produkálni, úgyhogy ennek függvényében mindenki eldönti, hogy akkor jövőben szereti az Intelt, vagy nem, és akkor támogatja őket, hogy ekkora patentok, vagy inkább bünteti, hogy korábban miért nem teljesítettek ilyen jól. Ennyi lett volna akkor igazából ez a benchmark videó, tehát lényegében egy picit össze tudjuk vetni akkor így az i9-esből a 11. generáció és a 13900K között igen radikális különbség van. Ez nem feltétlenül egy teljesen exakt mérőszám, tehát most a TimeSpy ezt hozta ki, ez egy dolog, de azért nagyjából enged következtetni, megrázta magát az Intel és ők is villantanak. Én azt gondolom simán lehet, hogy még jelen pillanatban is árérték arányban az AMD vezet, mert a Ryzen processzorok is brutálisak. Ez csak egy ilyen mérőszám, hogy nagyjából mit lehet villantani most egy ilyen brutális, közel 2 millió forint értékű konfigurációval, úgyhogy hát remélem, hogy ezzel bárkinek segítettünk, ha valaki mondjuk ilyen konfigurációt tervezne vásárolni. Természetesen ez a gép sem az enyém, ez egy ügyfélnek a számítógépe lesz, végre újra az Intelnek is valamit produkálnia kell, és valamit teljesítenie kell. Korábbi videóban ott meg látszódott, hogy a 4080-as az milyen teljesítmény növekedés nyújt a 3080-ashoz képest, az is egy jelentős előrelépés volt, úgyhogy tök jó, most egy picit talán nem az lesz, hogy évről évre kapunk 2-3-4% pluszt egy átcímkézett, átnevezett CPU-val, vagy videókártyával, hanem végre lesznek jelentős előrelépések is, úgyhogy a legjobbakat mindenkinek, és ezúton boldog új évet, így 2023 elején sok sikert, de leginkább jó egészséget mindenkinek.